kukoricatermesztők igényeit széles genetikai alapokra épülő, minőségi termékekkel elégíti ki a Marton Genetics. A cég hibridjeinek genetikai változatossága lehetővé teszi, hogy az adott termőhely specialitásainak leginkább megfelelő, azokhoz legjobban alkalmazkodó terméket választhasson a gazdálkodó. Hibrid kukoricáik a legkorábbi FAO 200-as csoporttól kezdődően igen széles termékválasztékot biztosítanak. A szemes és siló kukoricák egyre nagyobb területet foglalnak el, s egyre ismertebbek Magyarországon és Európában egyaránt. A Marton Genetics hibrid kukoricái a legtöbb versenytárs termékétől eltérő új hibrid kombinációk. Meg vagyok velük elégedve. Visszamenőleg több évben keresztül volt fajtasor. A többi kukoricához képest minden rendben volt. Elég jó a szár, cső, vízleadása és a vége a hozam. A legjobb hibrid az a Komária volt. Azzal voltam megelégedve. Talán vízleadás szempontjából meg a hozam, még a 277-es, ami elfogadható hozamot hozott jó vízleadással. A martonvásári hibrid kukoricák alkalmazkodó képessége nagyon jó, köszönhetően annak, hogy nemesítőik tudatosan tesztelik új termékeiket az intenzív és extenzív termőhelyi viszonyok között is. Kukoricából NV343-as termelek. Az ottani körülményekhez, Békés megyei körülményeknek nagyon megfelelő, hamar leadja a vizét, és ezáltal kisebb szárítási költséggel lehet megoldani a betakarítást. Tavasszal takarítottam le, kiválóan állt a sarat ez a 343-as fajta, a cső nem esett le róla, szárszilárd maradt. A kínálatban megtalálhatóak korán vethető hibridek is, amelyek jól tűrik a vetés időpontja körüli hideget, és gyors kezdeti fejlődésűek. Nehéz eldönteni, hogy melyik fajták vesz az ember a következő évben. Száraz időben is ugyanazt tudják produkálni, mint más versenytárs hibridek, árban jobban elérhetők, mint egyes konkurens külföldi fajták. A vízleadásuk az azt mondható, hogy kitűnő, minden téren megállják a helyüket, és itt a magyar klímának, itt a magyar vetőmag igen megfelel. A martonvásári kukorica szárazabb termőhelyi viszonyokhoz való alkalmazkodásban nyújt többet versenytársainál. A jó termőterületeken biztosított a nagy szemtermés és a gyors vízleadás. Több mint 10 cég foglalkozik vetőmaggal, több száz termék van a piacon. Én azt gondolom, hogy azért hosszú távon csak az tud megmaradni, akinél minőségi vetőmag van. Magyarországon van nemesítve magyar viszonyok között, tehát gyakorlatilag ezeket az időjárási körülményeket kiválóan elviselik a martonvásári hibrid kukoricák, és ami a mai világban még talán fontos, a kiváló árérték arányuk miatt. Európa első kukorica hibridje Martonvásáron, Magyarországon született 1953-ban. A martonvásári genetika ettől a pillanattól kezdve szolgálja Európa kukorica termelő gazdálkodóit. Mindenkinek magyar vetőmagot kellene termesztenie, a helyi körülményekhez alkalmazkodnak, és ezáltal nyilván nagyobb profitra is lehet velük szert tenni. Én azt mondom, hogy ugyanúgy megfelel, mint a másikat. Legalábbis én még nem csalódtam benne.